Sziasztok, üdv újra a csatornán, itt Jöszö és az Anya mindenhez is. A következő 1-2 hétben, 3 hétben, egészen pontosan meg sem tudom mondani meddig, egy kicsit kevésbé mozgalmas, kevésbé pörgős videók fognak következni. Ezzel most nem lelombozni szeretnélek titeket. Mindössze arról van szó, hogy hát pici babánk úgy döntött, hogy egy kis pihenőpályára tesz megint, mert hogy nagyon elszaladt velem aló, és nagyon sokat dolgozom, úgy gondolja. Én nem gondolom így, de jelezte, hogy egy kicsit vegyek vissza a lendületből, mert hogy ez így neki annyira nem tetszik. Hogy értsétek, hogy miről van szó, alaposan megijesztett minket, mert hogy fellépett most már második alkalommal, váratlanul némi vérzés, amivel aztán kórházba kellett szaradni, és megtudtuk, hogy minden a legnagyobb rendben van vele, csak nem éppen a legjobb helyen helyezkedik el, ezért jobban oda kell figyelni, mint az első két várandóságomnál. Ezért most úgy gondoltam, hogy mivel többen jeleztétek nekem, mikor bejelentettem, hogy a harmadik babánkat várjuk, hogy ti is hasonló cipőben jártok, ti is éppen a kismamasság örömeit élvezitek, aminek nagyon örültem, és ezúton is még egyszer gratulálok mindnyájatoknak, akik éppen kismamák vagytok, és vigyázzatok magatokra ti is nagyon. Többen jeleztétek, hogy szívesen néznétek videót ebben a témában is tőlem, úgyhogy itt a tökéletes alkalom, hogy meséljek egy kicsit a várandóságról, hiszen nekem ez már a harmadik. Jelenleg a 18. hétnél tartunk, május 20-ára vagyok jelenleg kiírva, és azt hiszem, még nem is mondtam nektek, de úgy néz ki, hogy kisfiunk lesz. De most így a videó első videó sorozat, mini sorozat, nem is tudom, mennyi lesz pontosan belőle első részeként. Az első 12 hét az, amiről úgy gondoltam, hogy mesélek egy kicsit, mind a három terhességnél, mert azért mindegyik más volt egy kicsit, mindegyik máshogy alakult, máshogy éltük meg, és lehet, hogy ebben is találtok magatoknak hasznos, érdekes információt. Előre bocsájtom, hogy nyíltan fogok beszélni mindenről, egészségügyi dolgokról is, lehet, hogy lesznek itt olyan dolgok, amiktől valaki viszonyog, vagy valaki rosszul van téma, de ez is a várandóság része, és úgy gondoltam, hogy aki ilyen témájú videóra keres rá, az valószínűleg hasonló cipőben jár, ilyen részletekre is kíváncsi, úgyhogy tényleg kerekperec mindenről fogok mesélni, legyen az kevésbé gusztusos, vagy kellemetlen, vagy egy picit zavarba ejtő, de ez együtt jár a várandósággal, és erről nagyon sokan nem beszélnek, úgyhogy én tényleg minden részletét szeretném veletek megosztani. Fontos, hogy nekem mindegyik nagyon pozitív élményről volt, úgyhogy szerintem nem fogom most egyikötöknek sem a kedvét elvenni. És a másik dolog, amit nagyon fontosnak tartok még az elején tisztázni, az az, hogy nem vagyok orvos, nem vagyok védőnő, nem vagyok szakember, én itt most csak a saját tapasztalataimat fogom nektek elmesélni, a saját történetünket. Ezt kérlek, ne vegyétek szakmai tanácsnak, mert mindnyájan másak vagyunk, mert mindenkinek más a jó, máshogy éli meg a terhességet, és más szervezete. Úgyhogy még ha el is mondom, hogy mik azok a dolgok, amiket mondjuk én szedtem ez idő alatt, vagy mik azok a dolgok, amik történtek velem ez idő alatt, akkor is mindig kérjétek ki ilyen témában szakember tanácsát, ne álljatok neki egy laikus tanácsára bármit beszedni, vagy diagnosztizálni magatokat internetes keresés, vagy baráti tanács, vagy videó alapján, mert tudjuk jól, hogy a történelem sokszor igazolta már, hogy ebből aztán vannak nagy pánikok, vagy félreértések, vagy problémák. Úgyhogy ez csak a mi sztorink, de a szakembernek a tanácsát, a véleményét, a szakmai tudását nem helyettesíti. De most már tényleg rátérek a témára, mert hosszúra fogunk nyúlni. Tehát a várandóságaim. Legidősebb gyermekünk Bendegúz, ő most 5 éves lesz májusban, majdnem a születésnapjára fog érkezni majd az öcsi,
És mind a három gyermekünk egyébként tervezett volt, miután összeházasodtunk, pontosan nem is tudom, nem sok idő telt el, elkezdtünk otthont keresni magunknak, és Attila akkor kijelentette, hogy úgy gondolja, hogy ez a nőnek a döntése, hogy mikor szánja erre a lépésre rá magát, hiszen a munka oroszlán része azért a nőé a várandosságban, a szülésben és aztán a gyermeknevelésben is, de hogy az én döntésem az ő részéről innentől bármikor jöhet, ezt én döntsem el, hogy mikor szeretném, és mikor érzem úgy, hogy készen vagyunk rá, és hogy ő nagyon szeretné, hogyha ő neki meglepetés lenne, hogy mikor jön az a bébi. És én ezt mondtam, hogy rendben van, tiszteletben tartom. Mielőtt Bendegúzt úgy döntöttünk, hogy akkor érkezzen az első babánk, és hogy bevállaljuk, akkor én még fogamzásgátló tablettát szedtem, előtte elmentem az orvosomhoz, megvizsgált, meg volt a szokásos évi rákszűrés, és akkor kérdeztem, hogy mi a teendő most, és annyit mondott, hogy igazából, ha ez a hónap elfogyott, akkor utána nem kell folytatni, és aztán lehet, hogy eltelik bizonyos idő, ez mindenkinél más, hogy kitisztuljon a tabletta a szervezetből, és amikor a picúr úgy gondolja, hogy itt az idő, akkor jönni fog. Így is volt, mert abba hagytam a tablettát, és a tabletta befejezését követő harmadik hónapban teherbe is estem. Mind a három terhességemnél éreztem, hogy valószínűleg baba van a dologban, még mielőtt tesztet csináltam volna, azon kívül, hogy pár napot késett, nem sokat, mert nagyon hamar éreztem a jeleit annak, hogy valami itt más. Én amúgy is nagyon szaglászós vagyok. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan megcsapják az orromat szagok, és mindjárt elkezdek szimatolni és beazonosítani, hogy vajon az minek a szaga. És étkezéseknél is, mielőtt bármit megkóstolok, mindent megszagolok. És na, aztán mikor várandós lettem bármelyikükkel, akkor aztán igazi vadászkopó lett belőlem. Tehát olyan szinten felerősödött ez a szaglás, hogy messziről kiszagoltam, hogy valami van a pelusban, vagy ennek már nem jó a szaga, vagy itt valaki ezt teszik, azt teszik, a szomszéd rántott húst süt, úgyhogy ez nagyon-nagyon feltűnő volt. A másik pedig, hogy elkezdtem naponta többször is a melleimben ilyen kis szurkálós, csipkedős, viszkető érzést érezni, és ez sokszor jelentkezett napjában többször is, és akkor vakaróztam. Mindegyiküknél feltűnt, és nagyon más volt, mert ilyet előtte soha nem éreztem, úgyhogy innentől tudtam, hogy igen, valószínűleg baba van, majd aztán a tesztbe is igazolta. Atisnál aztán pont úgy jött ki a lépés, hogy voltam orvosnál, és mondta a doki, hogy igen, ott a pici, és minden rendben van, és a 8. vagy 10. hétben voltam, mikor pont a házassági évfordulónk ideje jött el, mi a fogadótól, ahol a lakodalmunk volt, megkaptuk egy évre rá azt a hétvégét, amikor a lagzink volt, első évfordulós ajándékgyaránt, úgyhogy én aztán akkor azt le is foglaltam. At is úgy tudta, hogy egy barátjához indulunk, segít neki fát vágni, munkásruhában jött, és hát aztán nem arra kanyarodtunk, amerre a Gáborék laknak, hanem a fogadó felé, és akkor kétségbe esett, hogy úristen, hova megyünk, és akkor elárultam neki, hogy hát a fogadóba megyünk, mert hogy házassági évfordulónk van. Akkor rosszul volt, hogy ő munkás ruhában van, vittem neki szép ruhát, ott átöltözött, sétáltunk egy nagyot a tanyáján a fogadónak, és akkor ott megvacsoráztunk, és aztán vacsora után adtam át neki a kis badit. Itt találtam egy badit, amire az van ráírva, hogy I love daddy, és hát teljes volt a döbbenet, teljes volt az elvarázsoltság, vagy hogy is mondjam, elképesztő örömmel fogadta, teljesen majd kiugrott a bőréből, mindenáron föl akart hívni valakit, de mondtam, hogy hát én ezzel babonás vagyok, úgyhogy még azért csak a 12 hetesig várjunk. Úgyhogy tisztára rosszul volt, hogy ő ezt most nem mondhatja senkinek, szerintem aznap éjjel szinte alig aludt valamit. Tisztára be volt pörögve, hogy úristen, a házzal meg hogy állunk, annak el kell készülni, és hogy be kell költözni. Nem voltunk lemaradva, bőven beköltöztünk, mire Bendegúz megérkezett, sőt, májusban érkezett Bendegúz, és mi október végén beköltöztünk, tehát egyáltalán nem voltunk lekésve semmiről.
Úgyhogy fantasztikus öröm volt, nagyon jól éreztem magam, semmilyen kellemetlen tünetem nem volt a várandosság során. A szaglásom számomra nem volt egy kellemetlen tünet, meg az érzékeny mellek, de azon kívül én aktívan részt tudtam venni a felújításban, persze azért arra figyeltem, hogy ne emelgessek nehéz dolgokat, meg azért ne hajszoljam túl magunkat, de mindenből ki tudtam venni a részemet, tele voltam energiával, nagyon élveztem. Aztán a szülőknek a 12 hetes ultrahang után úgy mondtuk el, hogy volt egy szép nagy kartondobozunk, amiben vettünk egy kék, illetve egy rózsaszín héliumos lufit, ez egy nyitható tetejű doboz volt. Felragasztottuk az ultrahang képet a doboz tetejére, elmentünk hozzájuk, és amikor kinyitották a dobozt, akkor felszálltak belőle a lufik, és ott volt az ultrahang kép. Elképesztő örömmel fogadták ők is az unokát. Anyósoméknál Bendegúz volt a negyedik fiú. Anyukáméknál pedig az első unoka, ugye akkor még nem tudtuk, hogy milyen nemű. A 12 hetes ultrahang Bendegúznál rendkívül kalandos volt, 3,5 órán át tettük a szépet a gyereknek, hogy hajlandó legyen úgy mozdulni, ahogy kéne, mert hogy folyamatosan úgy feküdt, hogy nem lehetett megmérni a tarkóját. És ugye ez a Down-szindróma szűrése miatt rendkívül fontos volt, ezért bementünk, minden más meg tudtak nézni, akkor kiküldtek, hogy lépcsőzzek, akkor kiküldtek utána ismét, hogy igyak valami cukrosat, kólát, vagy akármit, aztán megint megpróbáltuk, akkor kiküldtek, hogy egyek csokit vagy cukrot, megint visszamentünk, akkor kiküldtek, hogy igyak kávét, megint visszamentünk. És mondtam ott az ultrahangos hölgynek, hogy én még nem voltam rosszul ez alatt a terhesség alatt, de ha még valamit megetetnek, megitatnak velem, én tényleg hányni fogok. Úgyhogy valamit találjunk meg ki, és akkor nagy nehezen a 9. körben Bendegúz hajlandó volt megmutatni a tarkóját, ami teljesen rendben volt, és így aztán hazamehettünk. De már ekkor láttuk, hogy egy öntörvényű csávóval lesz majd dolgunk. És a 12 hetesen egyébként még nem mutatta meg magát, hogy kisfiú lesz-e vagy kislány. Készültünk mindenre. Így volt Bendegúzzal az első trimeszterünk. Abigailnél egyébként szintén nagyon nem volt panaszom, ugyanúgy jelentkezett a szaglás és a mellérzékenység. Ahogy Bendegúznál is, a kettő között sajnos volt egy sikertelen terhességem, ugyanis meglett a pozitív terhességi teszt, és aztán ő pont így májusra érkezett volna Bendegúz után, Bendegúz második születésnapjára érkezett volna, ha az akkor sikerül. De már az első ultrahangon, amikor elmentem ultrahangra, közölték, hogy hát elindult valami terhesség, de hogy nincsen bent baba, egy üres zsák van bent, amit aztán műtéti úton eltávolítottak. Ezután jött aztán Abigail. Szintén egy nagyon jó várandóság volt, én ezt úgy gondolom. Az első, hát azért nagyon drámai alkat a nőszemély, és ezt már nő nagyon gyorsan megmutatta, mert hogy én már tudtam, hogy várandós vagyok, egyrészt a jelekből, másrészt csináltam pozitív tesztet, és szombati napon történt, hogy készülöttünk a falunapra, vasárnapra volt tervben, hogy Atisnak meg lesz a bejelentés, mert június, nem is tudom pontosan hányadika volt akkor, ez a bizonyos apák napja, amit apák napjának neveznek, hogy akkor gondoltam, hogy apák napjára akkor majd meg lesz a bejelentés, hogy hát jön a második baba. Ehelyett a kisasszony szombaton, mikor a falunapra készültünk, és Atis már vitte ki Bendegúzt az autóba, én pedig még gyorsan elszaladtam a mosdóba, és a mosdóban szembesültem vele, hogy baj van, mert hogy én vérzek, és teljesen pánikba estem, mert addigra én már tudtam ugye, hogy ő ott van, és akkor szóltam Atisnak, hogy hát fék kuplunk, álljunk meg, hívd anyukádékat, ők is készültek ide a falunapra, hogy legyenek szívesek, vegyék fel Bendegúzt, mert hogy nekünk a kórházba kell menni, mert hogy valami baj van. Akkor hívtam a védőnőmet, védőnőm is mondta, hogy irány a kórház, biztos, ami biztos, nézzék meg. És akkor szegényat is elindultunk a városba, és akkor mondtam neki, hogy egyébként babát várok, és mondtad is, hogy egyébként rájött, de nem így szerettem volna megtudni, hát én sem így szerettem volna tudatni vele. Bementünk, és akkor a nővérke kérdezte, hogy mennyi volt, meg milyen volt, meg mutassam meg, és akkor mondta, hogy ó, anyuka, ebből nem lesz baj, mert hogyha nagyon sok és sűrű, vagy darabos, vagy ilyesmi, akkor van baj, ez ahhoz képest nuku,
akkor egy kicsit megnyugodtam, és aztán várnunk kellett az ügyeletes orvosra, aki aztán megvizsgált, és azt mondta, hogy ott a picúr, nincsen semmi baj, nem éppen jó helyen helyezkedik, eznek köszönhetően történt a vérzés, de hogy nagyon-nagyon korai még a várandóság, körülbelül 5 hetes, úgyhogy szívhangot még nem is lehet látni, itt most várni kell minimum 1-2 hetet, és utána megnézni. Addig még azért izgultunk, de már egy picit megnyugodtunk, és akkor 1-2 héttel később már szépen látni lehetett, hogy szívhang, stb. Tény és való, hogy nem túl jó helyen tapadt, mert nagyon lent volt, és elől tapadt meg, ami egy kockázatos hely. Úgyhogy Abigaillel innentől kezdve, hát magas kockázatba lettem besorolva, mint várandós, nem mondom, hogy veszélyeztetett, de azért kockázat, úgyhogy progeszteront kaptam, hogy erősítsük a várandóságot, erősítsük a picit, illetve el lettem tiltva bizonyos dolgoktól, tehát azért emelgetés nem, nagy fizikai megterhelés nem, házas életet nem szabad ilyenkor élni, fürdőkádban fürdés nem, csak zuhanyzás. Ezekre mindre oda kellett figyelni, de nem baj, a baba volt az első. És aztán a 12 hetesen is minden rendben volt, de a kockázatos helyezkedése miatt még jó ideig ezek a korlátozások fenntálltak, hogy a picire vigyázzunk, és hogy nehogy aztán idő előtt elinduljon, vagy bármi egyéb dolog történjen vele. Így alakult aztán Abigaillel, és ahogy haladunk előre a várandóságokban, úgy néz ki, hogy egyre drámaibbak a gyerekek, és egyre izgalmasabbak ezek a várandóságok, úgyhogy mondtam Atisnak, hogy meglettünk benne erősítve, hogy ez itt az utolsó várandóság, és nincs több, mert egyre többet izgulunk, ugyanis, a bejelentés Abigailnél, ugye bejelentette ő maga az apjának, hogy úton van, a szülőknek, a nagyszülőknek úgy jelentettük be a dolgot, hogy Bendegúzzal festettünk 2 képet, szépen ketté hajtottuk ilyen képes lapformában, és beleírtuk, hogy kedves mama és papa, kistestvérem lesz, vagy nagy tesó leszek, pontosan nem is emlékszem, hogy mit írtunk bele, és amikor ott ebédeltünk náluk vasárnap, akkor átadtuk nekik ezt a kis képes lapot, és rettenetesen örültek neki, és Abigailnél a 12 hetes ultrahangon már ott volt velünk Bendegúz is, és akkor kérdezte az ultrahangos, hogy Bendegúztól, hogy hát mi lesz, kisfiú vagy kislány? Mindenáron ki akarta húzni belőle, mert azt mondta, hogy a testvérek tudják, hogy mi lesz. Tudják. De Bendegúz nem volt hajlandó válaszolni, nagyon zavarban volt, meg nagyon sok érdekes kütyű volt körülötte, úgyhogy aztán a végén ő árulta el, hogy kislány lesz. Úgyhogy az anyósom oda és vissza volt, hogy végre a 4 fiú után kis szoknyát is vehet majd az unokának. Így Abigailnél már sokkal hamarabb megtudtuk, hogy kislány lesz. Na és aztán jött a 3. bébi most. A 3. bébi előtt nekem spirál volt felhelyezve fogamzásgátlás gyanánt, és ezt az orvosom azért javasolta, mert, mint ahogy ő azt elmondta, nagyon vastag a méhfal, és valószínűleg Abigailnél ezért volt aztán császárunk, mert a vastag méhfal miatt ő nem tudott befordulni. Javasolta a spirál felhelyezését, ami elvileg ezt a problémát megoldja. Nem is volt vele semmi panaszom, kicsit több mint egy évig volt fönn, mikor aztán úgy döntöttünk, hogy jó, akkor legyen 3. baba, és ezt levették. És nagyon gyorsan utána, 1,5 hónappal utána aztán várandós is lettem ezzel a babával. Minden rendben volt, az első ultrahang, az első vérvétel, minden a legnagyobb rendben volt. Mondták, hogy hát ő is eléggé elől tapad, meg hogy egy picit azért lent van. És aztán pontosan 1 héttel a 12 hetes ultrahang előtt, éjjel 2-kor, keddi napon arra riadtam fel, hogy nedves alattam a matrac. És még komolyan meg is fordult a fejembe, hogy én bepisiltem álmomban. És aztán, mikor oda nyúltam, és éreztem, hogy a francba, ez nem az. Felkapcsoltam a villanyt, és akkor vettem észre, hogy vértócsában fekszem. Hát gondolhatjátok, hogy mi zajlott le bennem. Azonnal keltettem Attilát, hogy nagy a baj, mert hogy itt valami nagyon nem oké, és visszacsengtek a fülemben az Abigail eseténél hallott szavak,
a nővérkétől, hogy akkor van baj anyuka, ha sok, és sűrű, és darabos, akkor van baj, és ez tökéletesen leírta az akkori szituációt, és én akkor mindent elkönyveltem, hogy jó, akkor ez eddig tartott, ennek itt most vége, akkor most mi a frászkarikát csináljunk, úgyhogy én hamar gyorsan összekaptam magam, gyorsan lezuhanyoztam, Atis közben rendbe tette az ágyat, én pedig elindultam a városba a sürgősségire, nagyon gyorsan fogadtak, és akkor vártam ott a folyosón, és pont az én doktornőm volt ügyeletben, és jött a doktornő, és még a doktornő érkezése előtt kérdezte a nővér, aki rosszul van a témától, azt most kapcsoljon el, és még a nővér fogadott, beengedett, mielőtt ugye jött a doktornőm, és kérdezte, hogy hát milyen volt, meg mennyi volt, és így elmondtam neki, és akkor feltette azt a kérdést, hogy magzatot is látott? És én így sokkot kaptam, hogy mi van? És mondta, hogy hát mert 11 hetes babánál, vagy 12 hetes babánál, ez már 3-4 cent is, azt már lehet látni. És így mondtam, hogy úristen, nem. Hát mondom, ha én ezt megláttam volna otthon, az ágyon, vagy a WC-ben, én ott ájulok el. Életemben nem ájultam, még el ez lett volna az alkalom. És akkor mondta, hogy hát jó, akkor lehet, hogy nincs baj. Itt csillant fel bennem a remény, hogy talán a picur rendben van, és még odabent van. Jött a doktor, nem megvizsgált, mondta, hogy igen, ott a picur, veraszivel mocorog, lejjebb van, mint volt, és nagyon kritikus helyen van. Úgyhogy újra elkezdhetem szedni a progeszteront, úgy, ahogy Abigailnél is, illetve, hogy egy hétig minimum tessék feküdni, mert ő neki ott most vissza kell tapadnia, és nagyon-nagyon vigyázni magamra, mert tényleg kritikus helyen van, és bármikor okozhat ilyen akciókat, ami aznap éjjel történt. Úgyhogy emelgetés nem, fizikai megterhelés nem, házas élet nem, nagyon vigyázni magunkra. Hatalmas sziklák omlottak le a szívemről, azonnal hívtam Atist, szegényem itthon feküdt az ágyba, és egy szemhunyásnyit nem bírt aludni, úgyhogy ő másnapra itthon maradt, és aztán a következő egy hetet pedig a család beosztotta, hogy ki, mikor, milyen beosztásban dolgozik, ki mikor tud jönni, vigyázni a gyerekekre, Bendeguszt óviba vinni, anyukám főzött ránk, hozta a kaját, akkor Atis hősiesen mosogatott, mosógépet ürített, szárítógépet ürített, én az ágyon üldögélve összehajtogattam, óriási csapatmunkát dobtunk itt össze, és így aztán eljutottunk a 12 hetes ultrahangig, ahol mindent rendben találtak a picúrral, megvan minden, aminek meg kell lenni, szépen fejlődik, cseperedik, annyi az egész, hogy igen, nagyon rossz helyen van, ugyanis elől tapadt meg, és a mélepény konkrétan rálóg a mészájra, úgyhogy nagyon kell rá vigyázni, és szedem a progeszteront, meg is mondta nekünk az ultrahangos hölgy, hogy egyébként kisfiú. Tehát ez volt a 12 heteimnek a története, és mint hallhatjátok, ugye egyre drámaibb, egyre izgalmasabb. Amit még nem mondtam, Dominik lesz egyébként, úgy néz ki a kisfiunk neve, most már itt szeretném emlegetni, mert én nekem már a fejemben van, és folyton megtorpanok, mikor beszélek róla, nevén fogom most már akkor szólítani, tehát Dominiknak szeretnénk majd elnevezni a kisfiunkat, és Atisnak úgy mondtam el, hogy pont éreztem már a jeleket ezúttal is, amiket mondtam, Atisnak pont a születésnapjára jött ki az a hétvége, és akkor mondtam, hogy tök jó, akkor megcsinálom a tesztet, és ez lesz neki az ajándék, és teljesen odáig volt. Nem számított rá, hogy ez ilyen gyorsan össze fog jönni, mert ugye, mint mondtam nektek, ezt már korábban rengeteget filóztunk rajta, és nem is tudom, hogy aztán úgy ketten egymásnak így kimondtuk-e kerekperec, hogy igen, lehet, hogy kimondtuk. Azt hiszem, kimondtuk, mert tudta, hogy mikor megyek az orvoshoz levetetni a spirált, és akkor ő sem számított rá, hogy ez nekünk ilyen gyorsan sikerülni fog, de teljesen odáig volt, és világgal akarta ezt is kürtölni, de mondtam, hogy csak azért finoman. A szüleinknek pedig úgy mondtuk el, hogy készítettünk az anyósom nyugdíjazási bulijára egy képkeretet, mutatok róla egy fényképet, amiben belekerült a gyerkőcöknek a fényképe, és a harmadik rubrikába csak egy kérdőjel került, és ugyanezt aznap átadtuk anyukámnak is, és ők is teljesen odáig voltak, és nagyon örültek neki, úgyhogy
Nagyon nagy volt a boldogság, és a mai napig is az, csak ugye közben mindenki aggódik is egy kicsit, hogy azért ez most egy kicsit izgalmasabb és komplikáltabb, mint az előzőek voltak. De nem baj, vigyázzunk rá, és minden okés lesz. A terhességeim alatt minden alkalommal én a Femibion terhes vitamint szedtem, illetve Magnosolv italport ittam magnéziumpótlásra. Ezek nekem nagyon beváltak, semmi problémám nem volt egyikkel sem. Ezúttal is ezeket fogyasztom. Itt a harmadik terhességnél azon kívül, hogy éreztem a szaglást és az érzékeny ciciket, még azért volt egy kis émeigés is az elején, amikor hát különböző szagokra kezdtem el émelyegni, hogyha éhes voltam, akkor rendkívül nehezen tudtam eldönteni, hogy mit ennék, és akkor megettem jó ízűen, és utána fél órával émelyegtem tőle. Ez olyan 2,5 hónapos, 3 hónapos várandóságig úgy elkísért, hogy elég gyakran émelyegtem, de nem volt olyan vészes, úgyhogy egyáltalán nem panaszkodhatok. Ezen kívül pedig néha olyan erős fáradtság jött rám, hogyha én akkor nem dőlhettem le. Tehát volt olyan, hogy leültem a gyerekekkel a nappaliban, leültem a kanapéra, ők játszottak, és volt, hogy egyszer csak azt tettem észre, hogy lefittyett a fejem, és bebólintottam, mintha egész éjjel nem aludtam volna. Tehát ez rám soha nem volt jellemző, hogy azért ennyire ledönt a lábamról a fáradtság, de imádtam, mikor néha úgy jött ki a lépés, hogy Bendegúz éppen óvodában volt, Abigail ebéd után lefeküdt, ott is elment mondjuk dolgozni, és én is eldőlhettem a kanapén, és ha csak egy 20 percet, ha csak egy fél órát bólinthattam, az már nekem világmegváltás volt. Egy kicsit így szétestem a végére, bocsánat, össze-vissza csapongtam, nem szoktam előre megtervezni, meg többször felvenni a szövegeket, hanem tényleg ami a szívemön, az a számon. Ha esetleg meséltem olyan sztorikat, amitől megbotránkoztatok, akkor kérlek, ne haragudjatok, csak tényleg úgy gondolom, hogy aki hasonló cipőben jár, és ne adj Isten, hasonló dolog is megtörtént vele, azt lehet, hogy egy kicsit megnyugtatja. Hogy igen, másnál is előfordul, és hogy igen, utána is van folytatás, és hogy rendben lesz itt minden. Ezért is próbáltam ilyen részletekbe belemenni, mert igen, erről sokan nem mesélnek, mert azért ez a terhességnek nem csak a rózsaszín világa, de ez is vele jár. Benne van sajnos a pakliban, és ezeket is átéljük, és ezeken is túl vagyunk aztán, és bevállalunk mindent, mert a gyerekek nekünk, a gyerekeink a legfontosabbak. És az, hogy ez a picurod bent most jól érezze magát, és rendben legyen. Tehát ez volt nekem az első, a 3 trimeszterem, és úgy gondoltam, hogy aztán akkor a folytatásban majd haladunk szépen tovább a várandóságban. Hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek jelezzétek, bármilyen kérdésetek van, vagy ötletetek, hogy miről szeretnétek ezekben a babamama témákban hallani, akkor írjátok meg nekem kommentben, mert korábban még egyáltalán nem gondolkoztam ebben a témában, viszont hogyha tényleg hasznos és érdekes lehet nektek, akkor nagyon szívesen mesélek, készítek ezzel kapcsolatosan is videókat, főleg most, hogy egy kicsit be kellett húzni a féket. Tehát, hogyha bármi kérdésetek, hozzászólásotok van, vagy tippetek a következő videóhoz, akkor írjátok meg nekem kommentben. Meséljétek el, hogyha túl vagytok az első trimeszteren, akármilyen régen volt az már, hogy viseltétek, vagy ha éppen benne vagytok, akkor hogyan viselitek. Vigyázzatok magatokra, szép napot nektek, vagy jó éjszakát, sziasztok!